8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Az összegző módosító javaslatok tárgyalása és elfogadása után várhatóan pénteken szavaz az országgyűlés a 2024-es költségvetésről. A kormány azt mondja, a jövő évi büdzsé egy 5 pilléren nyugvó védelmi költségvetés lesz. A részletekről már Banai Péter Benőt, a pénzügyminisztérium államtitkárát kérdezem. Jó reggelt kívánok! Mi volt az elsődleges prioritás? Milyen pilléreken alapszik a 2024-es költségvetés, tehát mi ez az 5 pillér? Jó reggelt kívánok! A háború árnyékában alapvető célunk az eddigi eredmények megvédése. Ez jelenti az ország gazdasági biztonságának a megőrzését és a fizikai biztonságának a megőrzését. A gazdasági biztonság 4 pilléren nyugszik. 4,7 millió a jelenlegi foglalkoztatotti létszám, ez több mint 1 millió fővel több, mint 2010-ben. Ezt a plusz 1 millió fős foglalkoztatotti létszámot, illetve a teljes 4,7 millió fős foglalkoztatotti létszámot kívánjuk megőrizni, megvédeni. Ezért a jövő évi költségvetés olyan gazdaságpolitikát fogalmaz meg, amellyel az elért foglalkoztatási szintet tehát meg tudjuk őrizni. A második pillér a családok védelme. Európa egyik legkiterjedtebb családtámogatási rendszerét működtetjük. Ez a 2024-es költségvetésben mintegy 3300 milliárd forintnyi családokhoz köthető kiadást, illetőleg adókedvezményt jelent. Ez a második pillére a jövő évi költségvetési törvényjavaslatnak. A harmadik pillér a legnagyobb számszaki pillér, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, a 13. havi nyugdíj kifizetése, és amennyiben a gazdaság teljesítménye jövőre meghaladja a 3,5%-ot, nyugdíjprémium kifizetése. A harmadik pillér a nyugdíjakkal kapcsolatos tételek, tehát 6540 milliárd forintot tesznek ki a jövő évi költségvetésben. És végül, de nem utolsó sorban, a negyedik gazdasági pillér a rezsivédelem. Európában itt is egy sajátos, különleges, kiterjedt rendszert láthatunk. A jövő évi költségvetés 1340 milliárd forint rezsitámogatással számol. Ez érinti a lakosokat, de érinti a közfeladatot ellátó szervezeteket, vagy a vállalatok rezsitámogatását is. És végül az ötödik pillér a háború árnyékában említett védelmi kiadás, amelyet a jövő évi költségvetés a GDP 2%-ában határoz meg. Ez NATO vállalás tekintetében is egy komoly eredmény, hiszen számos NATO tagállam nem éri az említett 2%-os mértékét. Összességében ez mintegy 1800 milliárd forint kiadás jelenti a jövő évben. Utalt tehát a honvédelmi alap bővítésére, illetve ugye hogyha a háború árnyékában ezt meg kellett tenni, csak ez indokolta a honvédelmi alap bővítését vagy létrehozását? Alapvetően két költségvetési fejezet tartalmazza a honvédelmi jellegű kiadásokat, a Honvédelmi Minisztérium és az említett honvédelmi alapnak a kiadása. A védelmet természetesen a katonai képességeink megerősítésére szoktuk használni, de hogyha kicsit tágabban értelmezem a védelmi jellegű kiadásokat, akkor bizony a rendvédelmi kiadásokat is ide kell soroljam, a határvédelemnek a kérdését is ide kell soroljam, hiszen tudjuk, hogy főleg 2015 óta milyen mértékben növekedett az Európába illegálisan bevándorlani szándékozóknak a száma. Tehát a védelmi költségvetés az a katonai védelmet is jelenti, és bizony érdemes mellé tenni a rendvédelmet, a határvédelem kérdését is. Célunk az, hogy jövőre minden forrás rendelkezésre álljon annak érdekében, hogy a határok védelmét megőrizzük. Így például ennek keretében a katonák és a rendőrök is számíthatnak azzal, hogy a bérük emelkedik. Az említett kiadási tételekben, akár honvédelem tekintetében, akár rendvédelem tekintetében a jövő évi költségvetés ezen béremelések fedezetét is tartalmazza. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a gazdasághoz. Ugye 2022-ben is jól teljesítette a magyar gazdaság, 4,6%-os volt a bővülés. 2023-ban, tehát idén, illetve 2024-re mekkora növekedéssel számol a kormány? Való igaz, 2022-ben is, és a megelőző években is a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta az Európai Uniós átlagot. Mi abban bízunk, hogy ezt a folyamatot fent tudjuk tartani. A 2023-as év egy kifejezetten nehéz év. Ha szabad egy konkrét példát említenem Európából, Németország, Európa motorja, a magyar gazdaság szempontjából egy kimagasló
és jelentős, kimorsó jelentőségű partner, ahol a kormánytól független elemzők az idejében gazdasági visszaesést várnak. Tehát ebben a környezetben kell értékelnünk azt, hogy a magyar gazdaság az idejében várhatóan hogyan teljesít. Mi abban bízunk, hogy a növekedés pozitív tartományban lesz, tehát Magyarország elkerüli összességében a recessziót. 2024-ben pedig az említett kiadási tételeknek az egyik fedezete a gazdaság erőteljesebb bővülése. Jövőre 4%-os gazdasági növekedéssel számolunk. Ez a növekedés nyugodhat a háztartások fogyasztásának, a családok fogyasztásának a bővülésén, hiszen abban bízunk, hogy a most látott igen magas inflációt le tudjuk törni. Évvégére egyszámjegyű lesz az infláció, jövőre pedig 6%-os, ez segíti a háztartásoknak a fogyasztását. Mellette Magyarországot az elmúlt években is, az idejében is, és reményeink szerint jövőre is egy magas beruházási ráta fogja jellemezni, vagyis a beruházások is húzzák a gazdaság teljesítményét, és összességében a magyar gazdaság több terméket fog exportálni, több szolgáltatást fog exportálni, mint amennyi terméket, szolgáltatást importálunk, vagyis a külső kereslet, az export is húzni fogja a gazdaság teljesítményét, ezekből tevődik össze az említett 4%-os jövő évre tervezett gazdasági növekedés. És még arra kérném, hogy nagyon röviden beszéljünk egy kicsit a családpolitikai intézkedésekről, ugye ez is egy pillére a védelmi költségvetésnek. Talán nem árt megismételni, hogy 2024-ben, tehát jövőre mekkora összeg jut majd erre a területre? 3300 milliárd forintot némileg meghaladja az összes családtámogatásnak az összege. Ez egy nagyon jelentős, mint egy 2300 milliárd forintos bővülés 2010-hez képest. Azért említem a 2010-es évet, hiszen ekkortól van egy új gazdaságpolitika, társadalompolitika, aminek kulcs eleme a családok támogatása, családtámogatások növelése. Ez a gazdaság teljesítményének arányában mintegy 4%-ot tesz ki, és az említett módon kiadásokat és adókedvezményeket is magába foglal. Banai Péter, Benőnek nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Folytatódik a nyomásgyakorlás, így értékeli a kormány a legújabb brüsszeli értékelést Magyarországról. A jogállamisági jelentés bemutatásakor Vera Jourová uniós biztos azt mondta, több tagállamban is intézkedésekre van szükség. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye úgy fogalmaz, azért támadják Magyarországot, mert nem állunk be a háború pártiak sorába. A jogállamiság tagállami helyzetének javításában még további intézkedésekre van szükség, ugyanis egyes tagállamokban továbbra is fennállnak a rendszer szintű aggályok, főleg az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupciót, a média helyzetét illetően. Ezekkel a mondatokkal mutatta be Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos az Európai Bizottság 2023-as jogállamisági jelentését. Didier Reinders jogérvényesülésért felelős biztos pedig arról beszélt, hogy tavalyhoz képest előrelépés az, hogy az országspecifikus jogállamisági ajánlásokat sikerült a helyreállítási tervek feltételévé tenniük. Például Magyarország esetében, ahol az igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos ajánlások megjelennek most mérföldkövekként a helyreállítási terv keretein belül, mondta Didier Reinders. Brüsszel Magyarországot támadó újabb jelentése ismét megerősítette, hogy annak ellenére, hogy minden vállalást teljesítettünk és folyamatosan egyeztetünk az Európai Bizottsággal, mégis folytatódik a nyomásgyakorlás, írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. Mint fogalmaztak, azért támadják Magyarországot, mert nem állunk be a háború pártiak sorába. A közlemény leszögezi, hogy a magyar kormány nem akar migránsgettókat, visszautasítja a rezsicsökkentés eltörlését, illetve megmeri kérdezni az Európai Bizottságot arról, hogy hol van az a rengeteg pénz, amit Ukrajnának adtak. Mint fogalmaznak, netán a magyarok pénzét adták oda? A jogállamisági jelentés gyakorlatilag egy zsaroló jelentés. Annak ellenére, hogy meglepő módon az Európai Bizottság jogállamisági jelentése elismeri a magyar kormány erőfeszítéseit, továbbra is nyomás alatt tartja Magyarországot. Nyilatkozta Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatója az M1-nek. Azt látni kell, hogy ezt ugyan jogállamisági jelentésnek hívják, de ez a vita, ez már kikerült a jogállamisági keretek értelmezése körül. Ez a vita, ez tágabb kérdésről szól, legfőképpen a háború kérdéséről. Ez egy újabb nyomásgyakorlási eszköz most a mostani időszakban arra, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúba. Kovács Attila hozzátette,
2024-ben európai parlamenti választások lesznek, ami lehetőséget biztosít a tagállami politikai vezetőknek és az európai polgároknak, hogy megújulást hozzanak el. Robbanás történt egy kijevi bíróságon. Ukrán források szerint egy 2015-ös terrorcselekmény miatt bíróság elé állított gyanúsított próbált megszökni. A törvényszék épületében elbarikádozta magát, majd amikor a különleges erők megszállták az épületet, működésbe hozott egy robbanó szerkezetet. Valamivel később pedig egy másik robbantással magával is végzett. Az egyelőre nem világos, hogy az elkövető miként jutott a robbanószerhez. Az incidensben a különleges alakulat két tagja is megsebesült. Eddig tartott a híradó, de újra megnézhetik a híradó.hu oldalon. Most a Nemzeti Sporthíradó következik, Környei Bencével, tartsanak velük!